különböző korhatár előtti szolgálati ellátásban részesülők is számíthatnak erre a 13. havi nyugdíjra. A napokban egy teljes havi nyugdíj összegét kapják meg az arra jogosult állampolgárok. A plusz juttatás a rendszeres havi nyugdíjjal együtt érkezik, külön pozitívum, hogy a 13. havi teljes nyugdíjat már a megemelt januári juttatás alapján számolták ki. Többek között erről is beszélt Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a február 15-én tartott sajtótájékoztatón. Az elmúlt évben a magyar gazdaság 7,1%-os növekedése Európa egyik legjobban fejlődő gazdasága volt, ezért nem több részletben kapják meg a nyugdíjasok ezt a 13. havi nyugdíjat, hanem most februárban egy összegbe kapták meg, de ez olyan szinten emelt nyugdíj, hogy januárban már egy 5%-os nyugdíj emelkedéssel is lehetett kalkulálni, és ezt a megemelt nyugdíj elszámolása alapján kapták meg a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasok. Az özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, a korhatár előtti és szolgálati ellátásban részesülők is számíthatnak a plusz nyugdíjra, ezen felül a rokkant nyugdíjasok rehabilitációs ellátásban részesülők is. Ez Magyarország lakosságának mintegy egynegyedét, Tolna megyében pedig körülbelül 50 ezer embert érint. A 13. havi nyugdíj mellett egyéb jóléti támogatásokat is kaptak az állampolgárok, erről is beszélt Horváth István. A 25 év alatti fiatalok SZIA-mentességet kapnak, a szakmunkás minimálbér 260 ezer forintra emelkedik, és a gyermekeket nevelő családok visszakapják 2021 évben befizetett személyi jövedelem adójukat. A jóléti juttatások bevezetése köszönhető Magyarország erős gazdasági teljesítményének, hiszen 2021-ben 7,1%-kal növekedett a gazdaság kibocsátása.